Kedves testvérek, a mai ünneppel, lehet, hogy már valaki tudja, új misekönyv kerül használata, kerül bevezetésre. Megnézték a latin misekönyvet, és egyes helyeken a magyar szövegekben változások történtek. Az egyik, amelyik majd észrevehetjük a szentmisében, hogy mik azok, ha figyelünk, de az egyik, amelyik mindenkit érint, az a mise elején a bűnbánat részben van. Amikor azt imádja, az abban a részben, hogy gyónom mindenható Istennek, ez kezdődik, és amikor odaérünk, hogy kérem ezért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, tehát itt a szeplőtelen, ez kimarad. Tehát a latin misekönyvben, a latin nyelvű misekönyvben az, hogy szeplőtelen, az nincs benne. Érthető is, mert a mindenkor az a szüzes Szűz Máriának a szüzességére vonatkozik. Tehát azt kérem, hogy erre figyeljünk oda, lehet, hogy elsőre nem fog sikerülni, de meg lehet, hogy én is belebakizok, de hogy figyeljünk oda, hogy jól imádkozzunk ezt. Köszönöm szépen. És a mai napnak úgy tudjuk, hogy négy gyermek első áldozáshoz is fog járni, először veszi magát az Jézus az oltári szentségben. Imádkozzunk értünk is, amellett, hogy a misének a szándéka, tehát a mise irató szándékára is lesz a szentmise. Köszönöm szépen. Thank you.
Isten, aki mindenben mindent véghez visz, ugyanaz.
A lélek ajándékait mindenki azért kapja, hogy használjon vele. A test ugyan egy, de sok tagja van. A testnek a sok tagja mégis egy test. Így van ez Krisztussal is. Mi ugyanis mindnyájan egy lélekben, egy testé lettünk keresztségünk által. Akár zsidók, akár pogányok, akár rabszolgák, akár szabadok vagyunk. Valamennyiünket ugyanaz a lélek töltött el. Ez az Isten igéje. Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánat.
zsidó pünkösdre összegyülekezett zarándokok Jeruzsálemben, mindenki úgy hallotta és értette őket, mint akiknek a saját nyelvén szólnak, a saját nyelvén beszélnek. És ez a beszéd nem ömlengés volt, hanem tartalommal teli Jézusról és a feltámadásról. Aztán, ha tovább olvasnak az apostolok cselekedeteit, akkor a következményét, ahogy az emberek reagáltak erre, azt is megtaláljuk. Testvérek, a nyelvvel tudunk építeni, éltetni, ugyanakkor tudunk ölni is. Amikor kibeszéljük másoknak a titkát, amikor pletykálkodunk, amikor megszólást teszünk, vagyis másról kelletlenül elmondunk dolgokat másoknak, még akkor is, ha igaz, amikor rágalmazunk, vagyis hazugságot terjesztünk másokról, akkor bizony a nyelvünkkel ölünk. Akkor bizony az embertársunknak, az embertestvérünknek a becsületét besarasszuk, befeketítjük, belocskoljuk. Keresztény ember ne tegyen ilyet. Nyelvünkkel ugyanakkor tudunk építeni, éltetni, amikor megfigyeljük a másik embertársunknak a jó cselekedetét, és megdicsérjük érte. Amikor köszönetet mondunk valamiért, azt mondhatunk, hogy sok valamiért köszönetet mondhatunk. Amikor hálálkodunk, vagy amikor Istent dicsőítjük, azért egyszerűen csak, mert ő van. Ilyenkor azt mondhatjuk, hogy a nyelvünkkel építünk, a nyelvünkkel éltetünk. Pünköskor megszületik az egyház. És az egyház tagjai egyébként ma is több nemzetből vannak. Mi lehet a közös nyelvük? Azt mondhatjuk, hogy a szeretet nyelve, amely megmutatkozik beszédben, és megmutatkozhat az embernek a tetteiben is. Senki sem mondhatja magától, Jézus az Úr, csak a Szentlélek által. Szentlélek indíthat minket arra, hogy a jót tegyük, és hitvallást tehessünk az emberek előtt. Az Úrról kimondhassuk, hogy Jézus Krisztus az Úr, és hogy feltámadt, és hogy szeretjük őt. A Szentlélek pünkösdi jelenlétének, eljövetelének a másik jele az, hogy lángnyelvek alakjában leszállt az apostolokra. És ugye lett ennek következménye. Az apostolok bátrakká váltak, és az emberek közé, az emberek elé álltak. És szólásba elegettek. Tűz. Tűz el tud égetni dolgokat. Állapotot tud megmásítani. A tűz talán azt is mondhatja valaki, hogy tud megsemmisíteni, bár ott van, hogy a hamu is használható valamire. Ugyanakkor a tűz a
az tud hevíteni, tüzesíteni, így is mondhatjuk, lelkesíteni, buzdóvá tenni. Ha a szent lelket merészeljük az életünkbe beengedni, akkor valóra válhat az, hogy az Úristen, a Szentlélek szívünket, a lelkünket formálja, nemesíti, és vele együtt a személyiségünket, az értelmünket, a személyünket, az életünket. Testvérek, legyünk remény pilácsai, világító lámpásai ebben a világban, akiket Szentlélek küld az emberek közé, abban a világban, amelyben sok a negatívum, talán a reményvesztettség, a harag, a gőg, talán a bosszúállásnak a vágya is. És valahogy a világ arra várhat, hogy Szentlélek jöjjön az emberek közé, és legyen változás a világban. Ennek mi eszközei lehetünk, vagy így is mondhatjuk, hogy eszközei kell, hogy legyünk. Pünkösdi emberek legyünk. Kedves első áldozók, nem sokára először fogtok találkozni Jézussal az eukarisztiában, az oltári szentségben, amikor szent áldozáshoz járultok. Nyissátok meg Jézus számára a szíveteket, engedjétek be szívetek lakásába őt. Hagyjátok, hogy ő jelen legyen a szívetekben, az életetekben. Adjátok, hogy táplálékká váljon számotokra. És ez a táplálék erősítsen benneteket. Az életetek zarándó útját a mennyország felé meg tudjátok tenni. De ez az első áldozás ne csak egy egyszeri alkalom legyen, hiszen benne is van kifejezésben első. Ez egy olyan szentség, amit többször vehetünk magunkhoz, többször részesülhetünk benne. Legyen meg a ti életetekben is, hogy többször részesültök az oltári szentségben, mindannyiszor, amikor súlyos halálos bűnt nem követtem el. Akkor vegyétek magatokhoz az Urat, lépjetek vele közösségre, valljátok meg a szent áldozással, hogy keresztények vagytok, és valljátok meg közösségeteket az Úr Jézussal, hogy vele közösségben akarjátok az életeteket élni. Isten adja meg számotokra és mindnyájunk számára a kegyelmet, életünk zarándok útját a mennyország felé meg tudjuk tenni a hivatásunknak megfelelően. Thank you.
és első áldozók, ma van első szent áldozásotok napja. Ebben a szentségben most már ti is meg tudjátok újítani keresztségi fogadásatokat. Annak idején, amikor részt megkereszteltek benneteket, szüleitek és keresztszüleitek tettek a nevetekben a Jóistennek. Akkor ti még nem tudtatok beszélni, azért helyettetek úgy ígérték meg, hogy ellene mondottok a sátának és minden cselekedetének, és megígérték, hogy a katolikus anyaszentegyházban Istennek szolgáltok. Itt az idő, hogy a saját nevetekben is kijelentsétek, hogy megvalljátok keresztségi fogadásotokat. Éppen ezért most megkérdezem, ellene mondottok-e az ördögnek? Ellene mondunk! És minden cselekedetének? Ellene mondunk! És minden csábításának? Ellene mondunk! Hiszek-e a mindenható Istenben, mennek és a földnek teremtőjében? Hiszünk! Hiszek-e Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki Szűz Máriától született, értünk szenvedett, meghalt, majd harmadnapra feltámadt? Hiszünk! Hiszek-e a Szentlélekben, a katolikus anyaszentegyházban, a szentek közösségében, a bűnök bocsánatában, testünk feltámadásában és az örök életben? Hiszünk! A mindenható Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atya, aki új életet adott nekünk vízből és Szentlélekből, és megbocsátotta a bűneinket, őrizzen meg minket kegyelmével a mi Urunkban, Jézus Krisztusban, az örök életben. Amen. Kérjük testvéreim a mindenható Atyaisten, hogy árassza kegyelmi ajándékait a hívekre és pásztoraikra, akiket az egyházban egyesít a Szentlélek. Vezess Urunk egyházadat az igazság, a szeretet és a lelki egység útján. Kérünk téged, hallgass meg minket. Őrizd meg Szent Atyánkat, Ferenc pápát, testi-lelki épségben, népet kormányzására. Kérünk téged, hallgass meg minket. Áradj szent lelked ajándékait az egyház püspökeire és papjaira. Kérünk téged, hallgass meg minket. A bírmálkozásra készülőknek add a Szentlélek megvilágosító és megeresítő kegyelmét, a megbírmáltaknak pedig adj álhatatosságot. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add Urunk, hogy az első áldozók szívből egyesüljenek Jézussal, és mostantól fogva egész életünk tápláléka legyen a szent áldozás. Kérünk téged, hallgass meg minket. Áld meg és oldalmazd az első áldozók családjait, hogy kegyelmet ajándékával megerősödjenek, legyenek az imádságban álhatatosak, és rájönnek a hit hírnökeivé. Kérünk téged, hallgass meg minket. Adj a széthúzó világnak igaz békességet és őszinte egyetértést. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add szent lelked vigasztalását a betegeknek és a szenvedőknek. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk és Istenünk, te bűnös bűnnekénk ősi lelkedettel ajándékoztad meg az apostolokat. Árasz a szent lelkedet mindnyájunk szívébe, hogy hitünket megvalljuk és hitünk szerint éljünk Krisztus, a mi Urunk által. Thank you.
áldozat, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja az Úr kezedbe az áldozatot. Kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte,
A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kenyeret is. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedtétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Thank you.
íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy vagyunk a mai előtt, hanem csak ezt szólalom, és segítőd az Isztenhez. Jézus Krisztus szállása, őzzen a világnak az
Köszönöm Jézusom, hogy az enyém lettél, kérlek, hogy szívemben örök lakást vegyél. Maradj mindig nálam, ne hagyjál el soha, szeretlek, kincsem nincs, szívem adom oda. Ámen. Megtanította őket, hogy
szentgyónást elvégezni, illetve felkészítette őket az első szentáldozásra. Az első alkalom volt, most ezután már jönni fog a további, jönni fognak a további szentáldozási és majd gyónási alkalmak is. Köszönet a templom díszítését, a sekrestési és a kántori szolgálatért. Köszönet az első áldozók szüleinek, családjainak is, akik engedték, hogy Jézushoz jöhessenek a gyermekek, akik hozzájárultak, hogy akarták azt, hogy ezek a fiúk az első áldozáshoz járuljanak, Jézus magukhoz vegyék az oltári szentségben, az eukarisztiában. Legyen mindenkinek áldott hete, és a mai napra pedig áldott pünkösdöt kívánok mindenkinek. Az Úr legyen veletek! Az Úr szent lélek ajándékaival. Amen.
persze, csinálunk, hogy is csinálunk. Köszönöm szépen, milyen szépen a csomagolt a levet. Kapok egyet, jelen. Köszönjük. Ne menjetek, most ti is kaptok valamit. Igen. Emléknapot is. Azt mondja, hogy Botond. Ábel. Levente. Közös fotót el ne felejtsük. Kaptok imakönyvet, és használjátok egészséggel. Köszönjük. Akkor egy közös fotó, közös képet. Mondd azt is.